Létezik egy olyan birodalom, ami a hang szépségeiről ismert. 100 billió élőlény hangja ez, mindegyik a saját világában, saját életmódjával, saját hangjával. Ez a szárnyasok világa. Hangok ezreiből áll össze a természet kórusa. De van egy madár, az ausztráliai lantmadár, aki egymaga elénekli a szárnyasok világának szimfóniáját. A szárnyasok világa. Az emberiség történetében még nem volt olyan égbolt, ahol ne lettek volna madarak. Jóval előttünk jöttek. Évezredek óta, ha az ember felnéz az égre, csodálja a szépségét, irigyli teremtményeinek szabadságát, és elgondolkodik titkain. Egy ősi legenda szerint a madár küldetése az volt, hogy az ember számára is lakható helyet találjon. Mások azt mondják, hogy a madarak a halottak lelkeit szállítják a paradicsomba. Erő, bölcsesség és bátorság szimbólumait gyakran isteni tulajdonságoknak tekintették. Ezek az élet és halál fölött uralkodó istenektől származtak. Napjaink misztikus ceremóniáiban az ember még mindig imáiba foglalja a madarakat, mivel a madarak kapcsolata ma is szorosabbnak tűnik az égiekkel. A történelem előtti idők mocsaras erdeiben, jóval a madarak megjelenése előtt, hüllők uralták a tájat. A túlélés kíméletlen versenyében néhányan közülük elkezdtek fára mászni. Ez éveken át táplálékot és egyfajta biztonságot jelentett a számukra. Ezután a gyík és a krokodil egyik ősében egyfajta átalakulás kezdődött, ami örökre megváltoztatta az életet a Földön.
Mikor és hogyan történhetett ez? Peter Scott szerint az első madarak 150-200 millió évvel ezelőtt jelentek meg a Földön. Valószínűleg azokból a hüllőkből fejlődtek ki, akik felmásztak a fákra. A legkorábbi ismert madarat Ocioptarixnak hívták. A név ősi szárnyakat jelent, és természetesen csak ásatásokból ismert. De ez az első madár nagyon sok vonásában olyan volt, mint egy gyík. Olyan fogazata volt, mint egy gyíknak. Farokkal rendelkezett, amelyen a gerinc a farok végéig tartott. A szárnyakon karmok voltak, és ez arra következtetése vezetett minket, hogy idejének legnagyobb részét a fán töltötte. Mindezek mellett testét tolborította. Vagyis madárnak tekinthető, vagy hüllők és a madarak közötti élőlénynek. Az élet az ősi madarak számára sok veszélyt rejtegetett, mint Young Watson állítja. A szárnyakon található karmok segítségével egyik ágról a másikra mehettek, átugorhattak kisebb távolságot, rövid szakaszon siklani is tudtak a levegőben, de mindezek ellenére támadások veszélyével kellett szembenézniük. Bár a természet megáldott az ősi madarakat is tollakkal és szárnyakkal, a későbbiek során a madarak már tökéletesebben tudták ezeket használni. Ha fel tudtak emelkedni a földről, az már az életben maradást jelentette számukra. A világ létező repülő madarai közül egyik sem alkalmazkodott a körülményekhez annyira, mint a kolibri. Az itt látható kolibri egy perc alatt 4000-szer csapkodja a szárnyát. Talán azért, mert a kolibrik a virágok nektárából élnek. A természet megáldotta őket azzal a képességgel, hogy szinte egy helyben álljanak. Mozgása itt lassítva is látható. Mindez a valóságban egy másodperc felénél is rövidebb idő alatt történik. Az ősmadár megjelenése óta a faj meghökkentően széles skálája alakult ki, és a saját környezetében mindegyik képes a fennmaradásra. Ma több mint 8600 féle madár létezik, különböző csőrrel, szárnyal, színekkel, lábakkal, mérettel és életmóddal. Évek milliói során a madarak benépesítették a Földet. Évezredek során a madarak összessége relatíve állandó maradt. 100 billió madár. A földhöz, amiről egyszer elmenekültek, most halászként és vadászként érnek vissza, felfegyverkezve éles látással, gyorsasággal és fürgeséggel. Szinte nincs a földön olyan hely, ahol ne találnának megfelelő élelmet a fennmaradásukhoz.
Azok számára, akik megfigyelik a ragadozó madarak élelemszerzését, világossá válik a bátorság és a hatalom jelentése. Az olyan madarak, mint a kígyászőj, olyan ellenséggel is szembeszáll, ami az ember számára is veszélyt jelentene. Az ilyen ellenséggel szemben erős lábakkal, éles karmokkal és remek lavírozó képességgel rendelkezik, szeme sokkal élesebb, mint az emberi, hogy képes legyen a fennmaradásra. A madarak a legsikeresebb élőlények közé tartoznak. A repüléssel létezésük lényegében biztosítva van. A világban az egyetlen ellenség, aki veszélyezteti jövőjüket, az ember maga. Két példa arra, hogyan lehet madarakat énekelni tanítani. A fogságban lévő madarak az emberek számára hosszú idő óta az intelligencia jegyéről adnak tanúbizonságot. Mégis, amit mi gyakran látunk, az csak mimika vagy tanult viselkedési forma. Bár néhány fogságban lévő madár, mint például a kakadu, tényleg bizonságot tesz a megértésről, és talán egy nagyon érdekes képességről. Itt a madarak az idomítójuk kérésére 7-szer kongatnak. A legtöbb állati viselkedést ösztön irányít. De néha valami több is megmutatkozik. A természetben vannak rá példák, hogy a madarak eszközöket használnak, amit az intelligencia egyik mértékének tartanak. Figyeljük meg ezt az egyiptomi keselyűt, amint egy elhagyott struccfészekhez közelít. Mivel nem képes a tojást a csőrével feltörni, egy követ keres, azt használja eszközként. Az ember csak találgatni tud, hogy ez a csodás élőlény hogy volt képes elsajátítani azt a képességet, hogy eszközt használjon. Ha ezt örökletes dolognak tekintjük, az a kérdés még mindig fennáll, hogy az ősök hogy tanulták ezt meg. A harkálypinty fülel, hogy hol talál a fák sűrűjében rovarokat. Saját maga és társa számára keres élelmet, aki egy közeli fán várakozik. Bár rengeteg dologban a harkályra hasonlít, a nyelve elég hosszú is, a csőre viszont nem elég vékony, hogy elérje a táplálékot. Egy ágacskát talál, amit felhasználhat a táplálékszerzésben. Minden erőfeszítés ellenére a botocska túl rövid, tehát egy másik eszközt kell keresnie, ami jobban megfelel a célnak. Talál egy kaktusztüskét, és azt kis emelő daruként használja. A tüskét a lába alá teszi, amíg eszik, és ezután tovább folytatja a keresést.
Amikor az egyik tüske már nem elég éles, másikat keres. És csodálatos biztonsággal alkalmazza kitalált eszközét. Miután maga jól lakott, társa odarepül hozzá, hogy megkapja a részét. Heinz Silman természettudós fényképezte le a madarak intelligenciájának különböző eseteit. Az új-guineai erdőségben a paradicsommadár hozott létre egy tökéletes tervet és formát az udvarlás területén. Mivel nincs színes tollazata, amivel a párját magához csábíthatná, összegyűjtötte és elrendezte a környezetében a színes tárgyakat, hogy azokat felhasználja. Bogarakat, virágokat, bogyókat. Mint a festő, aki állványa mellett fest egy virágot, a madár is addig dolgozik, míg műve nem felel meg saját művészi elképzelésének. Ez a madár hónapokat tölthet az udvarlás előkészületeivel. Ez a legnagyobb ausztráliai madárlakóhely. A fehér és a piros színt kedveli, és nem tesz különbséget emberi és természeti tárgyak között. A nőstény madár belép a hím szentélyébe. A hím ösztönösen megmutatja a fején lévő bóbitáját, mivel ez az egyedüli színekkel ékesített hely a testén. Ez az udvarlás bevezetéseként is szolgál. Ezután a gyűjteményéből próbálja azokat a tárgyakat kiválasztani, amiről úgy érzi, hogy érdekes lehet a másik számára. Úgy tűnik, mintha tudatosan választana, de hogy mik a választás szempontjai, az nem világos. Mégis olyan döntésnek tűnik ez, amit különböző lehetőségek alapos mérlegelése után hoztak. Miután kiválasztott egy bogyót, azt a szájában tartva megkezdi az udvarlást. A vadon élő madarak bizonyos tulajdonságait ösztönösnek mondhatjuk. Ez gyakran a fennmaradással kapcsolatos. A gólya például gyakran megtámadja élelemszerzés végett, a földön fészkelő madarak kicsinyeit, például a bibicit. Mint minden madár, a bibic is próbálja megvédeni a fiókákat. Úgy tesz, mintha ellene törve a szárnya. Azért csinál így, hogy elvonja a gólya figyelmét a kicsikről, vagy csak elfeledtesse a gólyával, hogy mi volt a szándéka. Scone-sziget Skócia nyugati partjainál található, védett terület tengeri madarak szaporítására. Remek helynek tűnik, hogy a madarak szokatlan viselkedését megfigyelhessük. Ronald Lockley, író és természettudós, 17 éves kora óta gyakran megfordul ezen a vidéken. Mivel jó néhány madár rendelkezik azzal a tulajdonsággal, hogy tengereken és szárazföldön át újra visszatalál szülőhelyére, Lockley életének jelentős részét ilyen madarak megfigyelésével töltötte. A sirályt a világ egyik legjobb hosszú távrepülő madarának tartják. Csak egy helybeli gondnok él ezen a szigeten. Ez az ember Lockley segítőtársa abban, hogy a tudós megfigyelhesse ezt a madarat, amikor kiszakítják természetes környezetéből. Ez a környezet nem sokban árulkodik arról, hogy itt madarak laknak. De a felszín alatt több mint 50 ezer madár és azok kicsinyei tartózkodnak, elhagyott nyúlfészkekben, vagy valamikor saját maguk vájta üregekben. Lockley és a gondnok nem a bejárat felől közelíti meg a fészket. Mivel ezek a madarak nem mozognak ügyesen a földön, csak éjszaka váltanak helyet a fészken, amikor kisebb veszély fenyegeti őket. Mivel teljes sötétségben is megtalálják a helyes irányt, Lockley kiváló kísérleti alanyoknak tartja őket. Megjelöli azt az egyet, hogy később is felismerje. Elküldi egy olyan helyre, ahol a madár még sohasem járt.
A szállító ketrecet gondosan kell megtervezni, hogy elég tágas legyen, amivel a sérülések eshetősége is csökken, másrészt jó bánásmódot tesz lehetővé. Ugyanakkor nem láthat ki belőle, így nem érez vágyat arra, hogy sokat mozogjon. Június 27-én a Lockley elmegy, hogy megvizsgálja az állatot. Mivel a madár jó kondícióban van, kiveszik a fészekből és felkészítik az útra. Ettől a pillanattól kezdve a madár nem ehet és nem ihat. Ha eszik, megbetegedhet és így könnyen el is pusztulhat. Ez az utazás kezdete. A szigetet elhagyva Angliában hatósági egészségügyi vizsgálat után Bostonba küldik. Sent across the Atlantic to Boston. Bostonban William Drewy a Massachusetts-i intézettől elszállítja a madarat a partra. A madárbőgyét piros színnel festették be ismertető jelként. Minden készen áll. A 24 órás utat, amit hajóval, autóval és repülővel tett meg, most vissza egyedül kell megtenni. A madarat több ezer mérföldes távolságban, minden általa ismert helytől szárnyára bocsátják, délután 3 óra 15-kor.